lassan hervat virágot. Soha. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és fogadják meg. Valahol majd várok rád, valahol rád várok majd. Valahol majd rád várok, rád valahol majd várok. Nagyon köszönik. Most ti lenne, azt mondanám, hogy álljátok föl, nehogy megfázatok. De nem a himnusz jön, viszont hoztam egy csomó ajándékot. Gyerekeknek is van. Van valami gyerek, aki szeretne ajándékot kapni? Igen. Te? Akkor gyere fel a színpadról, feltud. Van még ilyen, van jelentkező? Gyere kicsim, gyere baba, persze. Te is jössz, nagypapa, nem probléma. Na, jönnek? Oké, addig elmondom, hogy képzeljétek el, amikor jöttünk, jövünk a kocsival, és akkor megy egyszer csak egy üres rész, így az árok szélén megy egy kocsi, és nem ül benne senki, bár nincs sofőr. Mondom, Jézusom, álljunk meg, megálltunk, kiugrottam, beugrottam a kocsiba, Skoda, behúztam a kéziféket, és az árokparton épp hogy megállt. Hú, de büszke voltam magamra. Úgy Győr felé megyek, és ilyet megmentek egy autót, kiszállok ott, tehát egy overállos csávó. Mondom, figyelj, öcsém, láttad? Én vagyok, aki megmentette a kocsit. Azt mondja, tudom, öreg, én toltam. Így segít valakinek, nem? Jó, gyerte gyorsan, gyerte, gyere, 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 óvó bácsi, te is. Na, ide álltok, így. Így van, szervusz. Hogy tiszteltlek? Fekete László, Laci. Lacika, Fekete Lacika itt van velünk. Vele kezdem akkor, Lacika. Jó, jöhet. Vigyázz, mert itt aztán gyülekszenek már itt a nagyon fiatalok. Egyiknél sincs mobil, jó van. Nálad azért van a zsebben, mi? Meg vagy fiatalodva, bakker, jó, én te is így érzesz rá ott az asszony, nem? Figyelj, csak egy nagyon könnyű feladat lesz, Laci. Azt kell utána mondani, hogy én utána mondom neked, hogy Fekete Bikapata kopog a Pepita Patikától. Mi ez nehéz? Várja, akkor valami könnyűt? Nem tudom, akkor gyakorolj egy kicsit. Hölgyeim és uraim! A gyönyörűséges is szereplőim. Téged hogy én a... Ajka Szófia Zoé. Szófia Zoé! Örjön a közönség. Téged? Tévet Anita. Anita! Van nekünk is egy Anita. Figyelj, Erzsika, óvónéni, vigyázzatok vele, összeszedni az összes gyereket itt a vár. Na, akkor megyünk sorba. Téged? Szép Hanna. Hanna? Ó, de szép neve van. Szép Hanna. Angela. Király. Eszmer Lili. Lili is itt van. Öcsém. Minden. Azt mondta fak. Le tudja valaki fordítani. Hú, hányan vagyunk még? Na téged hogy hív? Kovács Hunor. Micsoda? Kovács. Hunor. Hunor. Fáj! Stop! Téged hogy hívna? Ja, te vagy a szerelő? Gyerekek, küttétek a szerelőt? De nehogy nyújj hozzá, mert megráz esetleg. Látod? Téged hogy hívnak, Hunor? Szólyos Jákos Péter. Ákos Péter, egy jó nagy tapsot kérjük!
Én azt hiszem, hogy már... Ne, mit csináltok már? Mi van? Szevasz! Itt van Ovo néni, majd tanultok verset. Na, azt kell elmondani, utánam kikezdi. Te vagy a... Hajka Szofia Zoé. Ja, Szofia Zoé, már az én hülye bácsim elfelejtettem, mire végigért az egész soron. Zoé, mondd utánam, hogy megy mag vagy vad megy mag? Jó? Ezt kell utána. Megy mag vagy vad megy mag? Megy van mag. Meg vagyok eddig, oké. Okay. Megy mag vagy vad megy mag? Egy mag vagy vad megy. Nem volt rossz. Megy mag vagy vad megy mag? Megy vagy, vagy meg vagy. Győri gyufagyár. Győri gyuszapár. Mindenki gyert, nem? Egy jó nagy tasút kérek! Erzsik, adja az ajándékokat, vagy én. Erzsike, vidd le akkor a győzőt. Tessék, gyerekek! Na gyerünk, akkor következő dalunk. A Horni című dal, ami egy külföldi sláger volt, nekünk megtetszett, feldolgoztuk. És mit jelent magyarul, mondhatnám, mert ez egy angol nyelvtanfolyamról szól az egész dal. Azt jelenti magyarul a Horni, hogy tüzes vagyok. Vagyis kanos vagyok, de ezt nem mondják a gyerekek, hogy hangosan. Ez az! Gyerünk, gyerekek! Indul a tánc! Nap rám ünnepel, nem tudok kiúl arról. Mit mondok, kedves szétek, hogyha eddig rám nyomul. Ránézek, hi, my darling, you may be, baby, lány, a fagyom. Megettes váratlan, nem mondom, hogy I love you. A vigyaz nem lesz jó, kéne néhány szó. Egy marék euróval, drinkel, vándor, villamorra. Ha látta oktatót, mondott egy fontos szót. Aztán még ismételtem, hogy valik a fi. Csak nagy bennem a szorgalom. Másnap már kora este dolgoztam az angolom. A szívem a tenútra, angolmatra gondolom. Közben a tudás anyád emléki az angyelom. És érted én lesz jó, mint ez egy fontos szó. Mert ezt így nyelvészéket szóval vagy se rakolom. Ahogy a szárok mentek, benne az éges békeszétek. Ismétlet háromszor, tisztíts csak három sor. Fejleszti nyelvérzéket, megészlene mindenhol. Honey, 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 honey,
város, ahol itt unál. Hát ezek fantasztikusok. Hajoljatok meg mindannyian a közönség felé. Ez az. Köszönjük a tapsot. Búcsúzunk a gyerekszereplőktől. Sziasztok! Asszony kórus marad. Ha hiszitek, ha nem. Én 33 éves koromban, hogy úgymond lettem sikeres, addig melóztam meg mindenféléket. Hát melóztam, na. De hát nem egy munkahelyen volt, jöttem, mentem. Nem szerettem 6-ra bejárni. Franc ette volna meg. Mentem 7-re, akkor meg ők mondták, hogy a franc evett volna meg. Úgyhogy el voltunk, de minden erőmmel mindig arra készültem, hogy író lehessek. Képzeljétek el, író. Írtam novellát, megjelent. Mozgóvilágban, élet és irodalomban írtak rólam. Mekkora irodalmi tehetség, mint teljesen be voltam állva, hogy én kivakarom magam Pest melletti faluból, és én belőlem lesz valami. Hát egyszer jöttek a haverok, hogy ők zenészek, és nem futottak be, és itt nem lehet befutni, mert ez egy szarország. Mondom, ez hülyeség, én már majdnem befutottam, mint író. Gyertek! Jó, de mi nem írni akarunk. Mondom, jó, akkor írok nektek dalszöveget. Vannak dalaitok? Vannak. Van szöveg? Nincs. Így lett az Izilabor, és így csináltunk valami eszméletlen gyorsan sikert, ami akkor furcsa volt, mert akkor Erdős Péter sokszor letolta a gatyáját. Nekünk persze nem lehetett, mert nagyon nagy darab paraszt gyerekek voltunk. Úgyhogy, amikor én színpadra kerültem, viszont a kedvenc énekesem már nem élt. Úgy hívták őt, Máté Péter. Igen, megérettem. Hát képzeljétek el, 1990-ben egyszer csak lehetőségünk lett rá, feltalálták a spanyolviaszt nyugaton, és elénekelhettem egy duettet a Máté Péterrel úgy, hogy a rádió archívumából elővettük a hangszalagot, az ő éneke mellé, én mellé énekeltem, a zenekar játszott egy újfajta zenét, és így lett Európában először, hogy egy élő és egy nem élő énekes éneket együtt, de nem dumálok tovább. Jöjjön a dal, Máté Péter hangja természetesen felvételről megy, de a dalt biztos ismeritek, énekeljétek nyugodtan velünk. A címe Egyszer véget ér. Egyszer véget ér a lázas ifjúság. Így van? Egyszer elmúlnak a színes éjszakák. Bizony. Egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár. Ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Máté Péter! Egyszer véget ér a lázas ifjúság. Egyszer elmúlnak a színes éjszakák. Egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár. Elég hamar, ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lázas ifjúság. Egyszer elmúlnak a színes éjszakák.
sajnos végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk. Tudjuk azt, hogy egyszer végleg, sajnos végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk.